a múzeumkert legismertebb, majd 8 méter magas szobra Arany Jánosé. Arany egészen korán, 3-4 éves korában megtanult olvasni, hamuba írt betűk segítségével. Amikor 1836-ban otthagyta az iskolát, nem költő, hanem festő vagy szobrász szeretett volna lenni, később rövid ideig még egy szintársulathoz is elszegődött. 2017-ben Arany Jánost születésének 200. évfordulója alkalmából a Velszi Montgomery település díszpolgárává avatták. A költőt a BBC brit közszolgálati adó is méltatta, hangsúlyozva, hogy a Velszi bárdokban megénekelt történetet az 500 poéta lemészárlásáról Arany János révén többen ismerik Magyarországon, mint Velszben.